Havi 12 millió forintot keres az a hétfős csoport, amelyik a nyugati téri aluljáróban gyűjti be a járókelőktől a lejárt bérleteket és jegyeket. Erről számolt be az Origo, a csapat egyik tagjára hivatkozva. A cikk szerint a használt, de el nem rongyolódott bérleteket lézerrel borotválják simára, a mégis lebukó ügyfelek büntetésére pedig garanciát vállalnak. Sőt, volt, aki azt mondta híradónknak, hogy volt, hogy az ellenőr kérte el a használt bérletét, hogy ezt eladhassa. A rendőrség kiterjeszti a nyomozást az ügyben. Kígyózik a sor a bérletért a nyugati téri aluljáróban, sokan azonban nem kell, hogy várjanak a sorukra. Előfordul ugyanis, hogy leszólítják őket, kell a havi bérlet féláron, mindennapos jelenség ez itt. A pénztárnál várakoztam, ezt szerettem volna jegyet venni, és oda jött hozzám egy srác, ez a Moszkva téren történt, hogy hát akarok-e bérletet féláron. Az Origo arról írt, hogy a metró lejáró környékén ismeretlenek használt jegyeket, bérleteket kérnek el a járókelőktől, illetve hamisított bérleteket árulnak. Az aluljáró környékén több hajléktalan is arról beszélt a portálnak, hogy közülük többen abból élnek, hogy városszerte használt jegyeket, bérleteket gyűjtenek be, aztán ezeket továbbadják valakiknek, akik nagy tételben megvásárolják tőlük. Én nem sajnálnám attól a hajléktalantól, aki ebből pénzt szerez. Másrészt pedig tényleg nagyon drágák a jegyek. És amikor milliós fizetések vannak a BKV-nál, akkor azt gondolom, hogy vannak bocsánatos bűnök. Stábunk azonban ma nem találkozott a bérlettel üzletelőkkel, valószínűleg azért, mert szinte megállás nélkül sétálgattak lent a rendőrök. Sokan azonban már találkoztak ilyennel nem is egyszer. Van, akitől maga az ellenőr kérte el a régi bérleteit. Volt olyan ismerősöm is, aki ebben egy komolyabban benne volt. Üzletszerűen űzte ezt? Igen, igen, de mondta, hogy nem jó munka. Mert, hogy mint mondja, nagyon könnyű vele lebukni. Az Origónak egy férfi azt mondta itt az aluljáróban, hogy 6 másik emberrel dolgozik együtt. Arról is beszélt, hogy egy 30-40 milliós befektetéssel kezdték az üzletet. Ennyibe kerültek azok az eszközök, amikkel el tudják távolítani és újra tudják nyomtatni a bérleteken lévő dátumokat. Egy lézergravírozóval szedik le a bérletek vastagságának 1/10. Mit tetszett mondani? Havonta állítólag nagyjából 2000 bérletet adnak el így, darabonként 6000 forintért, így összesen havi 12 millió forint a bevétel. Úgy tudja, 3 év alatt eddig csak 6-szor fordult elő, hogy az ügyfelük lebukott a hamis bérlettel, de az ilyen esetekre lényegében garanciát vállalnak, mert befizetik a vevők helyett a bírságot, hogy azok ne menjenek a rendőrségre. A BRFK szerint idén eddig 46 bérlethamisítással kapcsolatos bűncselekmény történt a nyugati téri aluljáróban. Az internetes cikkben megjelent módszerről a rendőrségnek ez ideig nem volt tudomása. A korábban elrendelt eljárásokban nem ilyen módon követték el a bűncselekményeket. Erre tekintettel a nyomozásokat kiterjesztjük, megvizsgáljuk a cikkben szereplő állítások valóságtartalmát. A BKK egy közleményben azt írta, október közepéig idén már több mint 2200-szor koboztak el, illetve vontak be hamis vagy meghamisított jegyeket és bérleteket az ellenőrök és a biztonsági őrök, és 275 esetben feljelentést is tettek. A BKK szerint 2015-re megszűnhet a bérlethamisítás, mert a jövőre induló projekt nyomán fokozatosan eltűnnek a papíralapú jegyek és bérletek, illetve a metroállomásokon a beléptetést végző biztonsági őrök is. A helyüket pedig plasztikkártyák, kártyaleolvasók és okos diák igazolványok veszik át.